A megnyitó alkalmával egy az 1910-es években a Jézuskához írt levél segítségével a várakozás gyermeki szépségét elevenítették fel a kiállítás iránt érdeklődők szívében. Dr. Löffler Erzsébet, az Érseki Vagyonkezelő Központ könyvtár és levéltár nyugalmazott igazgatója avatta be a hallgatóságot az adventi koszorú és az azon található gyertyák színeinek jelentésébe, ismertette a karácsonyfaállítás és az ajándékozás hagyományait, a szaloncukor létrejöttének történetét. Dr. Ringer Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója örömét fejezte ki, hogy advent első vasárnapja előtt megnyílhatott ez a tárlat, amelyet január végéig ingyenesen tekinthetnek meg az érdeklődők. Szeretettel várunk mindenkit itt, tehát ez nem kell jegyet vásárolni, gyakorlatilag ha valaki felsétál a városból, egriként is megtekintheti ezt a kiállítást, és hát nagyon fontos volt a kollégáknak a kiállítás megalkotásában az is, hogy egyébként legyenek szoros egri kötődések a kiállításon belül, úgyhogy ez igazából Egerről is szól egy kicsit. Ez a kiállítás, ahogy egyébként a nemrégiben átadott Cincendorf kiállításunk is, ugye a Gárdonyi Géza téren. A Boldog Karácsonyt a Dobó István Vármúzeum történeti tárgyi, adattári, fotó és játékgyűjteményének tárgyait mutatja be. Az egri Hevesi, Löffler, Schmózer, Podzer, Hollósi családok ajándékai, fotói, filmfelvételei mellett láthatjuk Faragó Lóránt egri játékgyűjtő és fényképész, valamint a Szuhai Virág Margit gyermekjátékait is.